A kerékpáros és a gyalogos közlekedés veszélyeire hívta fel a figyelmet az az előadás, amit csütörtökön tartottak a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Az érdeklődők a KRESZ szabályain kívül egyebek mellett arról is információt kaptak, hogy mivel kell felszerelni egy kerékpárt. A mai napi rendezvénynek a célja az, hogy a közlekedés legvédtelenebb résztvevőit, a gyalogosokat, illetőleg a kerékpárosokat vértezzük fel olyan jellegű közlekedési információkkal, amelyek elsajátítása után csökkenthetők, illetőleg megelőzhetők az általuk okozott balesetek, illetőleg a részvételükkel bekövetkezett baleseteknek a száma is. Mire figyeljenek a gyalogosok elsőként? A gyalogosok, hát ugye a KRESZ sok szabályt előír a gyalogosoknak. Kiemelnék néhányat, amiről a mai előadásban is szó lesz. Mégpedig az, hogy a gyalogosok figyeljenek arra, hogy az úttesten történő közlekedésük, tehát egy átkelés során azt szabályosan tegyék meg. Olyan információkat is szeretnék átadni nekik, hogy bizonyos szituációkban mi az, amire figyelni kell. És szeretném, hogyha az előadás végére az általam elmondott tapasztalatokat hasznosítanák, mégpedig oly módon, hogy nem csak a saját magukra vonatkozó szabályokat tartanák be, hanem odafigyelnének a közlekedés többi résztvevőire is. Tehát tulajdonképpen a közlekedésnek egy olyan magasabb fokára jutnának el, hogy akár egy szituációba egy másik közlekedőnek a hibáját is tudják esetleg korrigálni, javítani. Jó idő közeletével a kerékpárok is előkerülnek, ezt a témát is érinti az előadás. A kerékpárosoknak mire kell figyelni? Kerékpáros közlekedésben, hát ez szintén egy olyan felépített dolog lesz a mai nap folyamán, hogy szóba kerül az, hogy mi is az a kerékpár, amivel közlekedünk, hogyan kell szabályosan felszerelni, vagy mivel kell felszerelni egy kerékpárt egyáltalán, hogy a közúti közlekedésben részt vegyünk. Aztán lesz egy olyan része az előadásnak, hogy milyen közlekedési szabályok vonatkoznak a kerékpárosokra, és szintén a gyalogosokhoz hasonlóan bizonyos szituációkon keresztül el fogom mondani, hogy mikre kell figyelni, tehát a közlekedés más résztvevőit tekintve is, mi az, amire figyelni kell egy-egy szituációban, egy-egy helyszínen, útszakaszon, hogy azt szintén hasznosítsák és alkalmazzák a mindennapokban. Várható még hasonló ilyen előadás, ilyen közérdekű előadás? A célunk, a rendőrhatóságnak a célja az, hogy a közlekedés legvétlenebb résztvevőit, ezen belül is az időseket megkeressük, felkeressük. Persze nem csak őket, hiszen minden korosztályt érintően hasznosak lehetnek ezek az információk, de felkérés alapján természetesen várható ilyen előadás, mint ahogy a keddi napon is történt egy hasonló jellegű előadás. A rendőrhatóság várja a felkéréseket, és természetesen segítünk és jövünk.